Megy a felvétel. Hello, sziasztok! Pszichopu vagyok, és Kuksival köszöntelek titeket, közvetítjük nektek a Battlefield 4 Magyar Kupa második szezonjának harmadik mérkőzését az első hétről, ahol a Hunforce Mixed Team és az Iram csapata játszik egymással Operation Lockerem, és majd Shanghai-on folytatják az összecsapást, de ott a Lockeres mérkőzés pár másodpercen belül kezdődik is. Vörös színben a Hunforce Mixed Team csapata játszik, míg kék USA oldalon az Iram indul neki a mérkőzésnek. Hát egyelőre fejfel, mert szinte az egyszer érkeztek meg a hátsó pontokra csapatok. Nézzük ezt a B pontot, hogy itt lesz valami hatalmas összecsapás kimartatunk belül. Így van, Kádár Korbász már meg is érkezett a torony lábához. De az iramos játékosok sem restek, és ők is bejöttek. Ugyan fönt elvéreztek, viszont az alsó szinten úgy nézem, hogy ők lesznek túledőbe, és a lépcsőházba is bevették magukat az iram játékosai, akiket Snaci onnan ki is lőtt nagyon ügyesen. Igen, erősen kezdve Mixteam, úgy látom, meg lesz nekik a B pont, így két zászlót fognak birtokolni. A kérdés az, hogy meg is tudják-e tartani, fel kell venni a szökő útvonalaknak a blokkolásához a megfelelő pozíciókat. Ami úgy látom sikerül is nekik, alul is ott vannak, így van. Három Mixteam-es játékos van az alsó szinten. Fent is vannak legalább ketten, egy a toronyba, egy a torony lábánál, és Showtime kint van a havon, fedezi a ott lévő ösvényt. Na, ez egy nagyon szép kezdés volt a Mixteam-től. Így van, már ketten vannak kint, ahol nagyon szépen lekempelték a zászlókat. Így nézem, alsó szinten próbálnak jobban bejönni a iramos játékosok. Így van. Így van, ott próbálkoznak. És ha jól látom, elég jól próbálkoznak is. Így van, be is jöttek, leszették a játékosok, most köntről ugrálnak rájuk a mixes játékosok. És egy X sikerült visszaverni még ezt a támadást, de újabb hullám érkezik az alsó folyosón, és így a torony lábát már bevették a iramos játékosok. Na most kéne kíváncsi vagyok, szöknek-e a hátsó pontra, de nem indulnak meg, nagyon kell nekik ez a B pont. Na, ahogy ezt kimondtam, még előző kupáról szó, jó szokásom szerint ez meg is változott, mert már is van egy játékos Intimrás személyében, aki megszökött a hátsó pontra. Egyelőre nem megy be a húzózónába megvárni, hogy játékosok spónoljanak rá. Szerintem ezt nagyon jól csinálja. Így van, már érkezett is egy kollégája, és most fogják elkezdeni támadni a hátsó pontot, de a Mixteamből van itt valaki. Meg is nézzük, hogy ki ő, aki a felső szinten bújkál. Így van, a C pontért is elkezdődött a küzdelem. 3-4 Mixteam-es játékos is azonnal visszaváltott. Bocsánat, így van ez a C pont? Így van ez a C pontra, így. De még mindig... Nem, rosszul látta. Nem, jól látom. Még mindig van itt egy iramos játékos, aki itt bújkál a hátsó ponton. Intimrás volt az. Valamint, itt vannak még a kollégái, úgyhogy ez a C pontért nagyon erősen küzdenek a csapatok. Viszont közben az A pont is villog, ha jól látom. Ha nagyon pörgős lesz ez a mérkőzés, igazán nem nyújt időnk arra, hogy bemutassuk a két csapatot, hogy kik is játszanak a egyik-másik csapatnak a színében. B ponton van valami, Kucsi, merre jársz? Most éppen a... Sörödet ittad. Igen. De nem, most nem látok mozgást egyébként. Éppen... Angolosan szóval túl és dip követem, de... Így van, beszorultak most az iramos játékosok vissza a hátsó pontra, bár... volt egy próbálkozás Polci részéről, a C pont már még ott maradt, mint spawn pont, és megpróbálta hátulról megtámadni a B pontot, de pekére voltak ott, akik felvegyék el a tapszatot. B is nagy mozgás egyébként. Így van.
Na most talán jut egy kis időnk arra, hogy így bemutassuk a két csapatot, tehát Inom az még nem játszott az előző kupán, úgyhogy őket így gyors végignézzük. Jarez, Hörgi, Intimrács, Stilman Jerő játszott már az előző kupán a Mixteam színeiben egyébként, úgyhogy pont a gyakorlatilag saját csapata ellen játszik most. Tisza, Pronyó, Spangli és Folci, őket talán te ismered jobban, Kicsi, hiszen te is Inamos voltál korábban. Igen, de van egy-két új tag, akikkel már én sem játszottam, Pronyó például, ő nem. Tisza is új tag, Hörbi is viszonylag új tag. Így van, közben itt a B.tól ismét kisebb csetepati alakult ki alul a... Az Iramosok próbálnak meg betörni, de hátba lettek lőve a folyosón. Most nagyon szépen védekezik továbbra is a Mixteam. Hát a Mixteam az a nevéhöz hűen Kádár Kolbász Kusi vezetésével továbbra is tartja magát. Annyi a különbség a tavalyi felálláshoz képest, hogy kiegészültek néhány új játékossal, a Jedi Clanból Muki 122-vel és Devoff-szal, valamint a CBC sem tudott indulni ezen a kupán, ezért Snaci és majd később Kókusz is feltűnik talán a csapat színeiben. Úgyhogy igazából nagyon jó játékosokat sikerült a Mixteamnek idén leigazolni, úgyhogy ha tudnak minden mérkőzésre erős csapattal kiállni, úgyhogy én sokat várok most a Mixteamtől, megmondom őszintén. Nem csak invbe, de járműbe is beerősítettek. És nagyon szépen tartják végig a két pontot. És megint próbálnak betörni B-re, Stilmeyerék. Így van, ha van egyenlőre, semmi mozgást nem látok kint. A Mixteamesekből van kint két játékos. Én úgy látom, az alsó szinten próbálkoznak inkább a Iramosok, és inkább szöknek már rá a hátsó pontra, rájötték, hogy ez a B pont nagyon nehezen bevehető. Így van, meg is érkeztek hátra az ára. Esetleg még megpróbálhatnák a tornyot ledönteni, ami igazából a védekező csapat számára nem túl előnyös, hiszen nekik az a jó, hogyha a torony megvan. Viszont, hogyha nem tudunk bejutni a felső szintre és kell a B pont, akkor nincs más megoldás, fel kell robbantani, hogy az alsó szintről is húzni lehessen a B pontot. Egyébként nem egyszerű mutatvány, főleg úgy, hogy folyamatosan lőnek rád. Igen, és ugye a Locker egy full infantry pálya, és azért a Mixteam infantryban elég erős, ezt szerintem lehet mondani. Így van, viszont most Stilmeyer feljutott a B ponton a toronyba. És ahogy ezt kimondtam, azonnal egy gránát végzett is vele. Még Intimrást láttam itt az utolsó néhány tiketben, ahol a C ponton próbált meg még néhány tiketet szerezni. Tehát meggyőző fölénnyel 223 tikettel nyerte az első kört a Mixteam Operation Lockeren.